Nagyon profik vagyunk mind a hárman. Szilveszter, te milyen hangszeren játszol? Én dobokon játszom, és 1997. szeptember 9-e óta. Ezt azért tudom, ilyen pontosan, amikor apukám megvette ezt a hangszert, az első hangszert, akkor felírtuk egy papírra, ami sokáig megvolt. Már elvesztettem, de nagyon beégett. Akkor kezdtem, de előtte hegedültem. Az nem jött össze. Najtai Péter vagyok, és nagy bőgőzöm. Úgy 15-16 éves korom óta, valahol a kettő között. Nagy bőgővel kezdtem. Előtte sportoló voltam, sportoltam. Fociztam, vízilabdáztam, ördeszkáztam. És akkor abba hagytam a versenyszerű sportot, és akkor egyből elkezdtem nagy bőgőzni. És akkor azóta megállás nélkül. Én pedig Pozsár Máté vagyok, én zongorán játszom. Általános iskola óta. Az 7 éves korom óta, azóta. Ez egy kibővített, ugye a Grand Show kollektív az quartetből áll, de a Máté van, a Benkő, Robi és a Pisti, meg én. És hát szeretnénk, most egyre több fiatal van, akivel úgy tűnik, hogy lehet dolgozni, és hála Istennek a Pisti meg a Robi befogadó, és kezd kialakulni egy ilyen csoport, ami ígéretesnek tűnik. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha lenne Budapesten elférne egy ilyen nagy zenekar, aki ilyen zenét játszik. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a quartetben is, tehát nagyon nagy szabadsággal játszunk, és mindenki hozza a személyiségét, beleadja, és ettől hát zenei lehetőségek nyilván többek vannak, több szín van, több hangszer, több szín, több lehetőség. A Benkő Robi is, meg én is nagy bőgőzünk a ma este koncerten. Ennek komoly szabadzenei tradíciója van. Egyrészt megvan a két nagybőgőzésnek az a használata, hogy egyszerre teljesen különböző módon játszunk rajta, mint lágéban, mint hangszínben. Másrészt az is működik, hogy ugyanazt játsszuk, egymást erősítve, illetve ellenpontozva. Tehát ez nem egy úgy a szabadzenei környezetben, ez úgy nem egy extrém dolog. Csak úgy, ahogy a két dob sem. Azt gondolom, hogy minél több az ember egy zenekarban, annál inkább feltétel, hogy a zene az kicsit szabályozott keretek között történjen. Akármennyire is mondjuk tudunk együtt improvizálni, de nem árt neki az, hogyha ha nem is konkrét darabok, de legalább vázlatok, vagy az összeállításoknak az egymás, ahogy egymás után következnek a különböző hangszercsoportok, nagy vonalakban ki kell találni. Egy tervrajz. Ott kell elképzelni, ezt a Pisti kitalálta a koncertre. Illetve voltak témái is, tehát konkrét számok, vagy inkább dallamoknak nevezném őket, amik megszólaltak. Erre a formációra külön hát voltak próbák, mire a Lőrinc meg a Louis nincsenek itt, illetve a Lőrincen még nem is játszottunk korábban. Ott volt azt hiszem két vagy három próba, talán kettő, hogy mindenki ott volt. De nyilván nem kellett ehhez most külön, hála Istennek van annyi koncertünk, hogy azért össze vagyunk szokva annyira, hogy működik a dolog. Egy ilyen koncerten, mint a mai, nem érzünk lámpalázat, inkább fontos, én legalábbis fontosnak érzem, hogy jól sikerüljön. De ez egy egészen más érzés, mint a lámpaláz, inkább egyfajta koncentráció. Más jellegű fellépéseknél néha szoktam lámpalázat érezni, de csak hogyha felkészületlen vagyok, egyébként nem szoktam. Igyekszem minden nap zenével foglalkozni, gyakorlás, koncert. A koncerteknek az eloszlása az évben az teljesen kiegyenlítetlen. És ezen kívül pedig mindhármunk rendelkezik tanári diplomával, amit ketten használunk is a jelenlévőkből. És azzal igyekszünk egy biztos anyagi forrást, illetve egy társadalombiztosítási jogviszonyt megtartani. Én még szeretek is tanítani, az az igazság. Apa, anya, tanár.
ez a kettő, ez kiegészíti egymást. Egy egészen konkrét anyagot gyakorlok mindig, napi leosztással, különböző feladatokkal, és én ezt próbálom minden nap megcsinálni, és nekem ez a zenei utam. És olyan zenét játszunk, ahol nagyon-nagyon fontos a szoros kapcsolat a hangszerrel és az intenzitás. És például a megfelelő fizikai gyakorlatok, most nem csak az embert, hanem a fizikai gyakorlatok nélkül ezt egyszerűen nem lehet. Tehát ezek a legnagyobb zenészeket, hogyha megnézzük, mindenkinél ezek teljesen a helyén vannak, és mivel mi nem játszunk annyit, mint ők, főleg nem ilyen zenét, nekünk még többet kell, vagy nekem még többet kell ezzel kell foglalkoznom, különben nem bírnék egy koncertet végigjátszani. Én nem tanítok, én tavaly végeztem az egyetemen, egy évvel később, mint a Szilveszter, és két évvel később, mint a Máté. És egyelőre most megpróbálok tanítás nélkül megélni, meg nem is találtam munkát. Én azt gondolom, hogy ez zenésznek lenni, ez egy életmód, ami hát ez az egész teljes napunkat kitölti, tehát ahogy az ember él mindennapjaiban, ott mindig valami a zene körül forog, tehát akármit csinálunk, és ez nyilván felelősséggel is jár, tehát ez nem nagyon távol áll tőlünk, az a, nem is tudom minek ezt nevezni, tehát az a zenészség, ami egy túlélés, vagy nem tudom minek nevezni jobbnak, tehát nem vállalunk haknikat, meg nem, ez a ami legtávolabb, és ez a rémálmunk, hogyha így kellene élni. Ez nyilván nagyon nehéz álláspont, mert azt tudjuk, hogy népszerűnek lenni az másik út, és de hát nyilván ez vállalni kell a felelősséget, és ez egy ilyen életút.